Köszöntöm nézőinket, sportműsorunkat látják! Megszerezte az NB1-es kézilabda bajnokság bronzérmét az ETV Érdi VSE csapata, miután a harmadik mérkőzésen kiélezett csatában 4 góllal győzte le a Váci együttest. Az Érdi klub ezzel történelmet írt, ugyanis fennállása során első élvonalbeli érmét ünnepelhetik a lányok. Május 4-én szombaton került sor a bronzpárbaj harmadik összecsapására az Érd és a Vác között. A mindent eldöntő csata előtt 1-1-re állt a párharc, a képlet egyszerű volt, aki nyer, azé a bronzérem. A tétnek megfelelően színvonalas és izgalmas mérkőzést játszottak a felek, amelyeink remek védekezéssel rukkoltak elő, és ha nem Triffa Ági áll a Váci kapuban, akkor akár többel is vezethettek volna az elején, így azonban a 7. percben Kovács Anna találatával 3-1-re mentek az érdiek. A 10. percben Fülöp egyenlített, majd 6 perccel később Kamper átlövésével először vezettek a vendégek. Ezt 3 érdi gól követte, és Vukcevic találatával ismét nálunk volt a 2 gólos előny. A 22. percben 8-8-nál Niksics találatával ismét beérték az érdieket a vendégek, és úgy tűnt, hogy a szünetre is döntetlennél mehetnek a felek. Végül az utolsó pillanatokban szerzett góllal 12-11-es vezetéshez jutott a Vác. A második félidő 2 Klivinyi góllal indult, így 14-11-re meglépett az ellenfél, azonban ismét tudott újítani az Érd. A 38. percben Szekeres egyenlített, majd egy időkérést követően ismét csapatkapitányunk talált be, így lett 15-14. Barján a 47. percben talált be először, azonban megmozdulása már ismét 2 gólos Váci előnyt jelentett, és 11 perccel a vége előtt még ők mentek 2 góllal. Szabó Edina időkérését követően egyenlített csapatunk, és 20-20-nál Wolf ezúttal is biztos kézzel értékesítette a 7 méterest, majd egy elhibázott Váci támadást követően Elez 22-20-ra módosította az eredményt. 3 perccel a vége előtt 2-vel vezettünk, Vince Melinda pedig másfél perccel a lefújás előtt talált be, ez azonban már a győzelmet jelentette számunkra. Végül 4 góllal 25-21 arányban nyerték meg a találkozót az érdiek. A lányok a mérkőzést követően a jelenlévők társaságában vehették át a jól kiérdemelt bronzérmet, de nem csak a Kézilabda Szövetség hivatalos érme, hanem a szurkolóktól kapott medál is a játékosok nyakába került, majd hosszú ünneplés vette kezdetét. Az a mondás, hogy minden jó, a vége jó, az úgy nagyon, nagyon illik ez a mérkőzésre, hiszen a vége az csodálatos volt, és éppen magabiztos 4 gólos győzelmet arattunk, mert hát a meccs képe az ugye nem ez volt. Borzalmas, küzdős meccs volt, de végül szerintem a szív és az akarat nyert ma. Nagyon nehéz volt. Pont beszéltük a padon, mert egymás mellett voltunk, hogy fordítsuk már át a meccset, és amikor sikerült átlépnünk a holdponton, szerintem ott megállíthatatlanok voltunk. Abszolút boldog vagyok, nagyon örülök neki, hogy sikerült megnyerni ezt a harmadik mérkőzést, és miénk lett a bronzérem. Az igazság, hogy igazából saját magunknak nehezítettük meg a dolgunkat, de hát minden jó, ha a vége jó. Nagyon sok zicet kihagytunk, ott ponthatlanok voltunk, sokkal könnyebb mérkőzést is tudtunk volna játszani, hogyha jobban figyelünk a befejezésekre, de szerintem az volt a jó, hogy hajtottuk, nyomtuk őket, és folyamatosan vittük a lerohanásokat és a gyors indításokat, ezzel nyertük meg a meccset. Rosszak voltak a lövések, inkább azt mondom, ponthatlanok. Amit az Anett is mondott, hogy tényleg sok zicsert kihagytunk. De nyertünk, és ez a lényeg. Én úgy gondolom, hogy rettentően akartunk, és senki nem adta fel még egy pillanatra se, és még akkor is mentünk, mikor zicserek maradtak ki sorjába, és nem ismertük lehetetlen, mert ezt meg akartuk nyerni, és meg is nyertük. A mai meccsen biztos, hogy a küzdésben, és erre nagyon büszke vagyok, és én szerintem még amit ki kellene menni, hogy nagyon egységesen csapat szinten működtünk együtt. Igen, nagyon jó feljebb volt a védekezésünk a végén, nagyon fontos labdákat végre be tudtuk lőni a meccs végén, amit ugye addig nem, és ott már így ezen múlott. Semmi új nem volt ezen a mai meccsen, önmagunkat is le kellett győzni, rengeteg jó helyzetünk volt, ilyen apróságokon múlott, ezt nyerhettünk volna egészen simán is, de ahhoz, hogy vissza tudjunk jönni, és végül megszerezzük a győzelmet, az hihetetlen nagy szív kellett és akarat. Úgyhogy ezért tudjuk, hogy a lányok ilyenek, tehát ezt is tudjuk, mert ezt itt a évek alatt, az a rövid történetünk alatt bebizonyították. Most ugye, amikor könnyű, meg amikor úgy át lehetne, könnyedén lehetne van megcsinálni, akkor képtelenek vagyunk rá. Igazából most már nincs az, hogy mink fáj, mi a probléma, milyen nehézségeken mentek keresztül, most csak ez az érem van.
én a meccs előtt tudtam, hogy ez meg lesz. A hét elején ott nagyon rosszul kezdtük az edzéseket, és kicsit imánk alatt is voltunk, viszont én úgy jöttem ide erre a meccsre, hogy ma biztos, hogy nyerünk. Persze, hát úgy nem is lehet sportolni, szerintem, hogy az ember feladná egy pillanatig is. Én egész nap éreztem. Nem volt itt kérdés. Ma nyernünk kellett. Tudtuk, hogy nehézség lesz, mint egész évben, de én úgy gondolom, hogy ugye nem hagytuk őket elmenni. Végig ott voltunk szorosan, és a végén tudtuk, hogy nem lehet más, csak az, hogy mi nyerünk. Én nagyon figyeltem a 60. percig, de hogy onnan ilyen filmszakadással csak arra tudok most már gondolni, hogy milyen nagy öröm ez a játékosainknak, akik segítik őket az egész tábnak, és hát Érdvárosának azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus dicsőség és élmény mindenkinek. Az idei év rengeteg nehézséget tartogatott, számos rossz perióduson ment keresztül csapatunk, és nem mindig úgy ment a játék a lányoknak, ahogyan szerették volna. Olyan mérkőzéseket veszítettek el, amelyeket nem lett volna szabad, de bravúros győzelemre is képesek voltak. Bár sikerült a legjobb négy közé jutni, ott pedig kiharcolni a bronzérmet, de egy rövid ideig úgy tűnt, hogy akár a felsőház is veszélybe kerülhet. A mai mérkőzés is olyan volt gyakorlatilag, mint az egész szezonunk, hogy ugye érzi az ember, hogy benne van az erő a csapatban, de mégis vannak olyan pillanatok, meg olyan periódusai, időszakai a mérkőzésnek, amikor egy kicsit olyan hullámvölgybe kerül. Gyakorlatilag az egész szezonunk erről szólt. Én úgy gondolom, hogy a jövőnek a feladata az, hogy ezeket a hullámvölgyeket vagy kisebb amplitúdókkal kell varázsolni, vagy pedig egyáltalán meg kell szüntetni, tehát hogy ne legyen ekkora nagy, akár mérkőzésen belül is ilyen nagy ingadozás. Most már itt Érden egy mondással vált ez az érdi hullámvasút, ami szerintem továbbra is adott. Tehát együnk tovább és próbáljuk ezt kiküszöbölni. Nagyon örülünk neki, voltak nagyon jó pillanatok, voltak kevésbé jó pillanatok, de összességében én nagyon boldog vagyok, és szerintem egy nagyon jó szezont zártunk. Hine volt jó, megtanultuk, hogy ezt a hullámvölgyet meg hullámhegyet, ezt szerintem nagyon sürgősen egy egyénes síkságá kéne változtatni, hogy egyforma teljesítményt tudjunk nyújtani, és ne legyenek ilyen nagy zakók, idézőjelben, de a bravúrokat, azokat szeretnénk megtartani. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon találó, ez a hullámvasút dolog, amit ránk kitaláltak, de azt gondolom, hogy amikor nagyon kellett, lásd Fradi meccs, vagy most, amikor nagyon kellett, akkor megmutattuk, hogy igazi banda vagyunk. Igaz volt a BB-nek, amikor kellett, akkor nagyon ötettük magunkat. Én amúgy egy nagyon-nagyon fárasztó évet tudok így magunk mögött, nagyon nagy küzdelmekkel volt tele, és hát igazság szerint azért most így nagyon boldog vagyok, mert ezt mi le tudtuk küzdeni, ezt az összes ilyen akadályt, ami felmerült évközben. Ezekből lehet nagyon jól tanulni. És én azt gondolom, hogy ez a szezon az Érd életében, 3 éves NB1-es karrierjében, ugye? Ez egy hihetetlen értékes időszak lesz, hiszen nagyon-nagyon nagy szálokon múlott az életünk, de mindig meg tudták a lányok csinálni. De hát én valahol ezt nagyon pozitívnak látom és tartom, és biztos vagyok benne, hogy ebből fogunk tanulni. Az a szerep egy csapatnak, mikor ugye így kezdtük a szezon, mondtam, hogy üldözőből üldözötté váltunk. Tehát amikor elvárják már tőle az eredményt, az egy nagyon nehéz helyzet, hiszen csak rosszul lehet kijönni, mert amikor megcsinálja valaki, akkor már az úgy természetes, mert ez volt az elvárás. Ha meg nem, akkor meg ugye az egyértelmű kudarc. Most már inkább, tehát most vége, nagyon, hogy ma nem is tudom, hogy megkönnyebbültem, tehát hogy ezután a meccs után, hogy leesett egy nagy kör szívemről, hiszen nagyon fontos volt, hogy nyerni tudjunk mi magunknak. Mi magunkat is legyőztük, és innen már csak előre szeretnék nézni. Hogyha csak tényszerűen nézzük az eredményt, akkor látható, hogy egyet megint előre léptünk a magyar bajnokságban is, de természetesen emellett látható, hogy olyan erőt képvisel már a csapat, ami alkalmasra teheti arra, hogy bármelyik nemzetközi kupában el tudjon indulni. Mészáros, Livinyi kimarad, és így lehet indulni, ezt be kell lőni, akkor ennek nincs más választás. Nagyon erős stáb is van, szeretném nekik is megköszönni Neukum Tominak, Turkaja Katának, Rácz Mariannak, Pator doktornak, Kis Kálmánnak, aki egészen fantasztikus munkát csinál a lányokkal. Persze, akik a klub körül, a vezetőségnek, a kommunikációban, akik rengetegen dolgoznak ezért a csapatért.
szurkolókról nem is beszélek. Ez egy fontos, hogy ezt megköszönjük. Név szerint nem emelnék ki senkit. Egy hatalmas csapatmunkának az eredménye, úgyhogy én itt is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik folyamatosan nap mint nap a saját idejüket, szabad idejüket nem sajnálva dolgoznak itt az érdi női kézilabdáért. Illetve természetesen szeretném megköszönni az érdi szurkolóknak is, akik minden pillanatban ott állnak a csapat mellett, és látható volt a mai napon is, hogy tulajdonképpen a győzelemig tudták hajszolni a csapatot. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek, aki aktívan, vagy kevésbé aktívan, de részese annak, hogy a női kézilabda Érden itt tartott, ahol tart. Már a bajnokságban tavaly elért negyedik helyezés is nemzetközi kupa szereplést jelentett csapatunk számára. Vajon az idei harmadik hely ebből a szempontból mit jelenthet? Nem ismerjük pontosan még az EHF-nek a következő szezonra a nemzetközi kiírását. Irányelvek vannak. Ezek között az irányelvek között szerepel az is, hogy ha egy országnak a csapata megnyeri, akkor egy selejtező helyen több jut annak az országnak. Ráadásul, amit talán kevesen tudnak, de a magyar női kézilabda az Európa második számú kvóta mennyiségével bír. Ez annak köszönhető, hogy folyamatosan pontozzák az évek szerinti teljesítményét a magyar csapatoknak a nemzetközi mezőnyben, és ezáltal gyakorlatilag a dánok előzik meg a magyar csapatot. Én úgy gondolom, hogyha idén a Győr megnyeri, akkor egy-két éven belül meg is fogunk tudni előzni a dánokat ebben. Tehát magyarul jó az esély arra, hogy a legmagasabban kvalifikált nemzetközi tornába tudjunk indulni. Majd meglátjuk. Hát az a terv is van, hogyha a csarnok addig átkezdésre kerül a nagy csarnok, akkor megpróbáljuk ezt a kvalifikációs tornát augusztus legvégén megrendezni mi itt Érden. A bajnokság tehát véget ért, a lányok június 15-éig edzenek, addig a tréningek mellett számos program vár rájuk. Készülünk a jövő évre, ez mindig egy nagyon fontos időszak, ugye? Azon kívül el fogunk menni az iskolákba, ahol a német Helga program van. Lemennek a lányok, a gyerekcsapatok, a fia az utánpótlás edzésekre, ott részt vesznek az edzéseken. A jövő héten van egy német Helga programma, egy nagy torna itt, szerdán arra is eljövünk. A rózsaszín síp akcióra eljövünk. Utána, tehát mert ez ennek az egész bronzéremnek, meg éremnek az a lényege, hogy ezt az egész várossal megünnepeljük, megosszuk. És azt általában úgy lehet, hogy a gyerekekhez közé elmennek a felnőtt játékosok, és ezt fogjuk csinálni. Az elmúlt hetekben a bronzérmen kívül egy másik fontos kérdés is foglalkoztatta az érdi szurkolókat. Kik távoznak a csapattól, és vajon kik érkezhetnek a helyükre? Tekauer Norbert kérdésünkre elárulta, hogy távozik a csapattól Vince Melinda és Krisztina Elez, és Tóth Tímea is évközben hagyta abba a kézilabdát, így három játékos fog érkezni az említettek helyére. Természetesen róluk még nem szolgált információval a szakosztály vezető. A rend kedvéért vessünk egy pillantást a tabellára, ebben a szezonban utoljára. A bajnokságot a Győr nyerte meg, miután oda-vissza legyőzte a ferencvárosiakat, így a Fradinak ezúttal is az ezüstérem jutott. A bajnokság bronzérmese tehát az Érd lett, míg negyedikek a Váciak. A középső házban még vannak kiadó helyek, ott még nem alakult ki a végső sorrend. Ami az alsóházat illeti, a Békés Csaba és a Siófok elkerülte a kieső helyeket, a BSE, illetve a Debrecen azonban nem. Május 1-én sem szünetelt az MB3-as labdarúgó bajnokság. A Duna csoport 30. fordulójából előrehozott mérkőzéseket rendezték meg ekkor. Az érdi VSE a szomszédos Diósd otthonában vendégszerepelt, a győzelmet azonban ezúttal sem sikerült megszereznie az érdi együttesnek. Május 1-én szerdán a DTC Select látta vendégül az érdi VSE együttesét. A Diósd jóval előkelőbb helyről várhatta a rangadót, így számukra a tabellán elfoglalt helyezésük megszilárdítása volt a cél, míg az érdieknek az, hogy feljebb kapaszkodjanak a tabellán. A győzelmet 2-0-ás félidei vezetést követően 2-1 arányban a Diósd nyerte meg. Az első félidőben kaptunk két limonádé gólt, egyik az szerintem les volt, a másik meg egy védelmi hibából, illetve maradjunk annyi, hogy védelmivából, és a másik fél időben, illetve még az első fél idő 30. perce körül próbáltunk szerkezetet váltani, ami úgy érzem, hogy a másik fél időben jött ki végül is. Akkor az én fél időben voltunk végig, helyzeteink voltak, csak hát nem sikerült berúgni, csak egyet.
az első fél időben viszonylag jó játékkal, egy jól áldált lövéssel, meg egy szép támadás indítás végén 2-0-ás erőt szereztünk. Voltak még lehetőségeink, azt gondolom az első fél időben mi játszottunk jobban. A második fél időben minden alapon azért nagyon jól játszott, rákényszerítette az akaratát, és tulajdonképpen végig, amit érfelünkön zajlott a játék. Elég hamar szépítettek is, úgyhogy a levegőbe lógott végül is az egyenlítés, bár olyan kimondottan nagy helyzetük nem volt, a felívelésekből voltak problémáink. Ellensúlyozásaképpen azért mi egy jó pár kontrát vezettünk, amiből egy-két-három nagy helyzetünk volt, sajnos az már fáradtság meg a koncentráció hiánya miatt kimaradtak. Úgyhogy végül is a 2-1, azt gondolom, hogy talán erős kifejezés, hogy megérdemel győzelem, de az akaraterőnknek és az elszántságunknak köszönhetően úgy gondolom, hogy talán mégis megérdemeltük. Az Érnek továbbra sem sikerült megszereznie a hőn áhított győzelmet, és egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül a csapat. Úgy fest, egyelőre az edzőváltás sem segített a csapaton. Eredmények azt mutatják, hogy semmi lenne valójában, de úgy érzem, most a játékép alapján azért már valamiféle változás van, legalábbis én úgy veszem észre a Bálint csapata, úgymond meg a mostani másik fél idő csapat között. A hangulat olyan, amilyen. Nem rendesünk az örömtől valójában, de hát próbáljunk felrázni a srácokat, hogy minél jobb teljesítményt tudjanak nyújtani. Mint ismeretes, mindenki a bentmaradásért küzd, így a Diósd is. Ráadásul igen jók az esélyeik, ugyanis jelenleg a tabella negyedik helyét birtokolják. Nagyon kiélezett a helyzet. Ahogy látom, ez a három pont, ez nekünk igazándiból, hogy is mondjam, tehát amikor az ember előre tervez már így a hét fordulóval vége előtt, akkor egy 11-12 pontot még mindenképpen terveztem. Ez az érdi meccs, ez kérdőjelel volt benn, hogy vagy lesz, vagy nem. Tehát ez a három pont, ez óriási grátis, azt gondolom. Az, hogy egy ilyen meccs, de az ember három pontot tervez, az egy borzasztó nagyképű, vagy nem is tudom, elbizakodottság lenne. Azt gondolom, hogy most a nekünk, a Diósnak elég nagy sansza van, hogy bemaradjunk. Mögöttünk a pénzügyi és a Csepel, aki ügyködik. A többiek már eléggé leszagadóba látszanak, bár azt se lehet elkiaválni, mert a Sári Sáp videótonon nyert a múltkor, úgyhogy még minden lehet, hat forduló van hátra, a pontokat ugyanúgy meg kell szerezni. Csapatunk május 11-én 3:30-es kezdettel a harmadik helyen álló Videóton 2 otthonában lép pályára. Az Érd a 11. helyről várhatja a találkozót. Nem csak élvonalbeli kézilabda csapatunk remekelt hétvégén, hanem az MB2-ben szereplő lányok is győzni tudtak, ráadásul egyik legnagyobb riválisuk a Gyömrő ellen. Az Érd ezzel óriási lépést tett a bajnoki cím felé, ugyanis két fordulóval a bajnokság vége előtt vezetik a tabellát. Az ETV Érdi VSE 3, vagyis az MB2-ben szereplő felnőtt csapat nagyrészt az MB1-es juniorokból áll, illetve a csapat segítségére van néhány meghatározó játékos, úgy mint Kovács Gréta, Buzsáki Nikolett és Kamuti Réka. A csapat május 5-én vasárnap a bajnokság 20. fordulójában az egyik nagy riválist, a Gyömrőt fogadta a Batthyány tornacsarnokban. Az érdi fiatalok 15-9-es félidei vezetést követően 34-21 arányban győztek, és így két fordulóval a bajnokság vége előtt a tabella élén állnak. Az elején az elég szoros volt, de a második fél időben azért jól játszottunk. Hát a felépülő Kamuti Réka és a Kovács Gréta és a Buzsáki Niki teljesítménye is meghatározó volt, így könnyebb volt a győzelem. Tudtuk, hogy ez nagyon fontos mérkőzés lesz, hiszen ott is nagyon nehéz mérkőzés játszottunk, és mivel a bajnokság elején volt 2-3 olyan elvesztett pont, amit meg kellett volna nyerni, ezért tudtuk, hogy nagyon fontos a mérkőzés. Egész héten erre készültünk, és reménykedtünk a két pontban. Kibővítettük a keretet kulcsfontosságú és meghatározó játékosokkal, ugye, akik kettős igazolással máshol játszanak, illetve felépültek ugye sérülésből, főleg itt a Kamuti Rékára gondolok, de hát ugye a Gréta a segítségünkre volt ezen a mérkőzésen is, és egy kulcsfontosságú előzőn. A többiek meg úgy tűnik, hogy felnőttek a feladathoz így a tavaszi szezonra, és hát ők se szerettek volna valami
szégyenfoltot hagyni így az eddigi menetelésünkre, úgyhogy úgy gondolom, hogy most már, ha behúztuk ezt a két pontot, és a Gyömrő ellen ugye egymás elleni jobb teljesítménnyel mi leszünk a hozzájuk képest ugye a kedvezőbb helyzetben majd a végelszámolásnál. Viszont ez a győzelem ugye mindenképpen arra jogosít fel minket és kötelez, hogy a hátralévő két mérkőzést is megnyerjük, és akkor a tavaszi szezont 100%-osan zárjuk. Az egyik a TF, hát elég nehéz mérkőzés lesz, de szerintem ezzel a csapatállománnyal meg tudjuk őket is venni. Az utolsó meccs a lakóhely, hát nincs olyan sima meccs, de annak tabella alapján simának kell lennie. A csapatot az év elején azzal a szándékkal indították el az MB2-ben, hogy a fiatalok minél több játék lehetőséghez jussanak, de emellett nem titkolt céljuk volt a bajnokság megnyerése is. Az volt a cél, igen, a bajnokság elején, hogy a kevesebb játék lehetőséget kapó játékosok ugye ebben a kettős versenyeztetési rendszerben megkapják a játék lehetőséget, és ugye akik kevesebbet játszanak az MB egy juniorba, bár ők ugye eleget játszanak az NB egy ifibe, de hát a játékból sosem elég, úgyhogy ők úgy tűnik, hogy fáradhatatlanul tulajdonképpen mindenki tudomásul vette, hogy ez a kettős cél jól szerepelni az NB1-ben, és mellette az NB2-t, főleg így, hogy menet közben megjött az étvágy megnyerni. Jól értékelem, összesítésben jól játszottunk, végig küzdöttük a meccseket, és úgy gondolom, hogy ha lehetett volna, akkor sokkal jobban is teljesíthettünk volna, de teljesen meg vagyok elégedve. Pont az első két mérkőzésen hullajtottunk el teljesen buta módon, és nagyon szezon elejé játékkal 3 pontot. Szerintem, hogyha az a kötelező hazai két mérkőzésen meg lett volna, akkor az a 3 pont, és 4-ből ugye 4 ponttal zártuk volna az első két mérkőzést, akkor most nem lett volna ilyen kulcsfontosságú ez a mérkőzés. De így meg olyan jó hangulatban telt így a második fél idő már, hogy egy rivális tulajdonképpen ilyen gólkülönbséggel és koncentrált játékkal tudtunk megverni. A csapat azzal, hogy megnyeri az MB2-es bajnokságot, egyúttal feljutási jogot is szerez az MB1 B-s mezőnybe. Kérdés, hogy vajon élni szeretnének-e a lehetőséggel az érdiek? Azért kapcsoltunk rá ilyen gőzerővel, mert igen, azért felröppent a hír, hogy szándékában áll a klubnak jövőre, főleg így, hogy saját jogon és az eredményeket tekintve lesz rá mód MB1 B-ben szerepelni. A fiatalok az MB2-es kiváló szereplésük mellett az MB1-es junior mezőnyben is helytálltak. Teljesen más a junior, mint az MB2. Elégedett vagyok azzal, és ott is lehetünk volna jobbak, mert voltak olyan bajnokságban lévő meccsek, amiket hozhattunk volna, de a rájátásban úgy gondolom maximálisan csapatként játszottunk, és 7. hely megszereztünk. Ugye a juniorunk a rájátszásban 6 pontból 4-et begyűjtött, csak ugye a vitt pontok számát tekintve maradtunk ugyanúgy a végelszámolásban ugyanabban a pozícióban, tehát ugyanúgy 7. maradtunk, tehát az 5-től 8-ig a rájátszásban nem mozdultunk előre, függetlenül attól, hogy 4 pontot szereztünk. Az ifi pedig tulajdonképpen a 9-től 12. helyig játszott, és ott is papírforma szerint maradt a végeredmény, ami az alapszakaszban már kialakult. A német Helga által említett MB1-es ifi csapat az MB2 juniorban is indult. Ők 2 fordulóval a bajnokság vége előtt behozhatatlan előnyre tettek szert, és megnyerték az MB2 déli csoportjának junior bajnokságát. Az utóbbi időben műsorunk elmaradhatatlan része a Mozgás Plusz. A Batthyány Általános és Sportiskola tanulói a foci fogocskát mutatják be. Az udvaron kijelölünk egy területet, a játékosok elszórtan helyezkednek el.
A legnagyobb lesz a fogó. Ő lábbal vezeti a labdát, és igyekszik valakit eltalálni. Akit eltalál, az is fogó lesz, és egy pontot kap. Így együtt próbálják a többieket eltalálni. A következő áldozatnak már 2 pont jár, az utána következőnek 3, és így tovább. És most már egyre több lesz a fogó is. Az kapja a legtöbb pontot, akit legutoljára találnak el. Többszöri játék után eldönthetjük, ki szerezte a legtöbb pontot. Köszönöm figyelmüket, ennyi volt mára a sport. Friss hírekkel jövő héten szerdán a szokott időben ismét jelentkezünk, tartsanak majd velünk akkor is. Adásainkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Dávid Szalon biztosította. Ért Budai út 20, www.davidruhaszalon.hu